Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. A gyalogosok közlekedését is megnehezíti a sok csapadék. Világbajnoki selejtezőkre készül Kecskeméten a magyar férfi kosárlabda válogatott. Az első adventi gyertya meggyújtásával kezdetét veszi a téli fesztivál szombaton. Alig érkeztek meg az első igazán csapadékos napok, a Noszlopi Gáspár parknál található gyalogos aluljáró szinte azonnal megtelt vízzel, és járhatatlanná vált az elmúlt napokban is. Szerkesztőségünk nézői bejelentése a helyszínen utána járt az okoknak és a következményeknek egyaránt. Egy enyhébb eső is elég ahhoz, hogy komolyabb tócsa alakuljon ki a Noszlopi Gáspár parkban található gyalogos aluljáróban. Most, hogy látjátok ezt a szép tócsát, hogy próbáltok majd átkelni rajta? Hát óvatosan. Nem féltitek a cipőt? Hát és ennek már lecseréltük a sportcipőt, könnyebb átkelni. A kezdeti lelkesedés azonban a lányoknál is alább hagyott, amikor meglátták az aluljáróban összegyűlt vizet. Ők inkább visszafordultak. Nem először fordul elő, hogy az aluljáró szinte teljesen járhatatlanná válik. Az beázik rendesen, igen. Már olyan, hogy megáll a víz alul, és nem lehet átmenni rajta. És hogyha nem tud átmenni, akkor milyen megoldás szokott választani? Fölő kell átmenni a vasúton. De az nem szabályos? Nem szabályos, de kénytelen vagyok azt használni, mert ugye úgy is le van taposva, akkor muszáj. Az aluljáró a Hunyadi város felől gyalogosan érkezők számára a legrövidebb útvonal. Ott jártunkkor is volt, aki babakocsival igyekezett átjutni rajta. Sajnos előfordul, elég sűrű, ami beázik, és most is, jelenleg is. Milyen gyakorisággal lehet ezt tapasztalni? Hát, havonta biztos, hogy előfordul. És ilyenkor mit tud tenni, főleg babakocsival? Hát, babakocsival kerülnünk kell. Hol lehet kerülni, vagy mi a legjobb útvonal? Az a helyzet, hogy elég nagyot kell kerülnünk, hogyha akár ide is akarunk jönni, vagy a vasútállomásra. Sűrűn használják az aluljárót? Igen, igen, szoktuk. Aki szabályosan szeretne kerülni, annak vagy a Ceglédi úti vasúti kereszteződést kell választania, vagy a nagy aluljáró melletti gyalogos alagutat. Jelenleg csak a Liszt-Ferenc utca felé kerülve a Ceglédi út felé célszerű átkelni szabályosan, ez azonban egy közel fél kilométeres kerülőt jelent a gyalogosoknak. Mivel a probléma nem új keletű, igyekeztünk utána járni, mi lehet a technikai oka. Fél napon az igazi esőzés után még mindig áll a hatalmas tócsa itt a gyalogos aluljáróba, a Noszlopi Gáspár parkból kiindulóan. Rengetegen közlekednek, csak itt jártunk alatt is, több tizen próbáltak meg átkelni ezen az aluljáron. Hogy mi lehet a jó megoldás, nem tudjuk, minden esetre elég látványosan a víz nem folyik el, és jelenleg a lefolyó valószínűleg vagy el van dugulva, vagy valamilyen más műszaki probléma miatt abszolút nem látja el funkcióját. Sokan inkább teljesen szabálytalanul a veszélyes vasúti síneken kelnek át. Kísérőkkel együtt még egy kis iskolás csoport is átkelt a síneken. A gyerekeknek valóban szinte lehetetlen lenne átkelni a hatalmas tócsákon, de ez az átkelési művelet sem szabályosnak, sem veszélytelennek nem nevezhető. Igyekeztünk megkeresni az aluljáróval kapcsolatban a MÁV-ot is, és megtudni, tudnak-e a problémáról. Adásunkig azonban nem érkezett válasz írásos megkeresésünkre. A gyalogos aluljáró, bár sokan nem ismerik, kiemelten fontos szerepet tölt be. A víztorony körforgalom építésének ideje alatt egy remek alternatíva azok számára, akik inkább a gyalogos vagy kerékpáros közlekedést választanák, hogy elkerüljék a dugókat. Szombaton az első adventi gyertya meggyújtásával kezdetét veszi a téli fesztivál. A hagyományos programok mellett számos újdonsággal készülnek a szervezők idén is. A részletekről kedden délután számoltak be a sajtó képviselőinek a Hírös Agóra Kulturális Központban. A Kecskeméti téli fesztiválnak eddig 33 ezer érdeklődője volt. A számok arról árulkodnak, hogy nagyon sokan várják a kecskeméti tél leghangulatosabb eseményét, a téli fesztivált. Az ünnepi fények szombaton gyúlnak fel, és egészen az új év első napjáig programözön várható városunk főterén, a Hírös Agórában és a csatlakozó intézményekben.
A részletekről kedden délután számolt be a sajtó képviselőinek Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Engert Jakabné önkormányzati képviselő, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület elnöke, és Bak Lajos a Híros Agóra ügyvezető igazgatója. Jön a tél általában hideg idővel jön, rossz idővel, egyébként is hajlamos mindenki begubózni, karácsony egy családi ünnep, az is erre ráerősít, de azért közösség is vagyunk, továbbra is egy város közössége, és szeretnénk, hogyha a közösségi élet is megmaradjon. Ezért rendezik most már évek óta a téli fesztivált. Az adventi gyertyagyújtás hagyománya 15 évvel ezelőtt indult a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület kezdeményezésére. Akkor mindössze 20-an voltak jelen a piaristák terén. Ma már a város vezetésével együttműködve a téli fesztivál keretein belül gyújtják meg a gyertyákat szombatról szombatra. A korábbi években mindig volt egy külön színpad ott a Városháza előtt, ahol a Betlehem is föl volt állítva, ugye 3 éve van ez a Betlehemünk, amit Weber Marian művésznő tervezett, jelmeztervező művész, és volt már korábban is a téli fesztivál idején, hogy nem a Városháza előtt volt, és egy külön színpaddal, hanem valami, hogy beilleszkedett ebbe a kavalkádba, a fesztiváli kavalkádba, és most ismét visszatérünk ehhez a formához. A téli fesztivál program kínálatában megtalálhatók a hagyományos, minden korosztályt felülelő programok, de számos újdonság is lesz idén. A 32 nap alatt több mint 100 eseményen vehetnek részt az érdeklődők. Eddig is mindig az adventi fesztivált jellemezte a jótékonyság, hiszen a karácsonyi időszak ez erről is szól, örömet okozzunk másoknak. Idén is lesz ilyen, és nem csak forral bort árulnak ma jótékonysági célra, de ilyen lesz például a Szekeres Adrián koncertje is. Újdonság lesz, hogy Csík János egy teljesen új műsorral, a Fény felé címmel egy teljesen új műsorral érkezik hozzánk. Kiemelkedő programnak ígérkezik a Luca nap, amikor boszorkányok lepik el a főteret. A gyerekeknek a legnagyobb különlegesség valószínűleg az igazi Finn Mikulás érkezése lesz. Jolopukki 2,5 órát tölt majd Kecskeméten, fotót is lehet vele készíteni. December 4-én 15 órakor érkezik meg a Lapföldi Mikulás a főtéren felállított színpadon. Ott először a gyerekek énekkel köszöntik majd az SOS Gyermekfarú 44 lakója külön kis műsorral fogja köszönteni őt. Ezt követően valószínűleg csoportokban mehetnek majd föl a gyerekek a színpadra a Mikuláshoz. Idén nagyobb lesz a szilveszteri buli, a tűzijáték is érdekesebb lesz a vásár is. A főtéren a fesztivál első részében a gasztronómia kap szerepet, míg a kirakodó vásár december 15-én nyílik meg. A héten világbajnoki selejtezőket játszik a magyar férfi kosárlabda válogatott. A bőkeret jelenleg Kecskeméten készül. Ezzel kapcsolatban tartottak ma sajtótájékoztatót a Four Points by Sheraton Hotelban. Megint egy olyan időpont jött el, amikor újból arról beszélhetünk, hogy a magyar kosárlabda hogyan és miképpen mehet tovább. A magyar férfi kosárlabdázók ugyanis a továbbjutás szempontjából 2 igen fontos mérkőzést játszanak a héten. Vasárnap óta Kecskeméten tartózkodik a kosárlabda válogatott, tegnap a közös edzést is elkezdte a csapat. Ma pedig egy sajtótájékoztatót tartott a Magyar Kosárlabda Szövetség, melyen a kosarasok felkészüléséről és a válogatottak remek szerepléseiről is szó esett. Szalai Ferenc, az MKOS elnöke elmondta, a mostani magyar kosárlabda eredményességét a női és a férfi vonal egyaránt reprezentálja. A női válogatott EB döntőbe kerülésével egy stabil vonal indult el. Hosszú időre megoldódott az utánpótlás problémája. A férfi kosárlabdában is egyre több fiatal ér föl a válogatott szintjére. A selejtezőn is többen kapnak lehetőséget a bizonyításra. Stojan Ivkovics a következő mérkőzésekkel kapcsolatban elmondta, mindkét csapat más. A horvátok egy nagyon tehetséges csapattal rendelkeznek, míg a hollandok tiszta erőből oldanak meg mindent. Mindenkettő, én úgy gondolom, meg tudjunk a jó meccs játszani, és hogyha hozunk egy meccs tovább, és van az esélyünk a világbajnoki szereplése, ha két meccs hozunk, arra meg nagyobb. Itt a lényege, hogy a hollandok, meg nem a hollandok, olaszok, meg a litvánok, ha becsületesen játszanak végig, abból abszolút a komoly esélyünk van.
A KTL Duna aszfalt játékosai közül csak Karahodzsics Kemál kapott meghívót a keretbe. Csapatunk csütörtökön 18 órakor Eszéken lép pályára Horvátország ellen. Vasárnap 16 órakor pedig Hollandiát fogadja a Tüske csarnokban. Kedden 8 és 18 óra között véradást tartottak a Gong Rádió szervezésében a hallgatók és a kecskeméti sportolók összefogásával a Híres Agórában. Évről évre egyre többen csatlakoznak a nemes ügyhöz. Délig már több mint 100-an jöttek el. Idén 22. alkalommal fogott össze a Gong Rádió a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei szervezetével, hogy közösen szervezzenek véradást. Mivel vérre és véradókra mindig szükség van, már az első véradás óriási sikerrel zárult. 100 fölött volt a véradók száma, mely évről évre csak nő. 4 évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy érdemes lenne a kecskeméti sportolókkal összefogni. Elsősorban azért, mert a sportolók különösen szeretnek a szociális kezdeményezések mellé állni, valamint más nem is tudná jobban promotálni az egészséges életmódot. Idén is egy sportoló volt a nap első véradója. Jámbor Csaba a rádió programigazgatója azt is elárult a televíziónknak, hogy a kezdeményezés óta már a sportolók keresik meg őket a jó ügy érdekében. Délelőtt a kézilabda és a futszál csapat, délután pedig a labdarúgók adtak vért. A véradáson a férfiak számára lehetőség volt PSA szűrésre, a Movember Magyarország Egyesület jóvoltából. Rendhagyó hármas könyvbemutató töltötte meg kedden délután a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár konferencia termét. A Hunyadi korról, a Málenykéi robot korszakáról és a magyar kardvívás történelméről is hallhattak az érdeklődők. A városi történetében ritka, amikor egyszerre három ilyen munkát tudunk értékelni. Ezekkel a szavakkal hangsúlyozta Bán János, írói nevén Bán Mór a mai hármas könyvbemutató különlegességét a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár konferencia termében. A műveket nem csak kecskeméti vonatkozásuk köti össze, hanem az is, hogy a híres város identitását meghatározó témákat dolgoznak fel eltérő korszakokból. Bán Mór a Király harmadik esküje című kötete 1456. decemberére repíti vissza az olvasót, amikor is 5. László város kapujánál tesz esküt a hunyadi fiúknak arra, hogy nem esik bántódásuk. A kiadvány nem csak szépirodalmi formában, de kiemelkedő történelmi pontossággal íródott. Hajagos Csaba leigázottság és a Málenki robot című történeti kiadványa egy olyan hiánypótló mű, amely a sokáig titkolt gulágokba elhurcolt kecskemétiek sorsát mutatja be. Mint azt a mai könyvbemutatón hangsúlyozták, mintegy 800 ezer embert érintett ez a tragédia, akiknek jelentős része soha nem tért vissza Magyarországra. Mádai Norbert Kecskeméti Kardok című könyve a kecskeméti kardvívás 180 éves történelmét eleveníti fel, külön kiemelve a szabjavívás mögött meghúzódó szellemiséget és a magyar, valamint helyi identitást évszázadokon keresztül meghatározó filozófiát. 25 éves lett a Hetényegyházi Naplemente Idősek Klubja. A jeles évfordulón énekes, verses előadásokkal, szebbnél szebb emlékek felelevenítésével, közös ünnepléssel gondoltak vissza az elmúlt negyed évszázadra. Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte ma a Naplemente Idősek Klubja. Több tucat szépkorú gyűlt össze Hetényegyházán, hogy együtt emlékezzenek meg a jubileumról. Az ünnepségen beszédet mondott Molnár Pál önkormányzati képviselő, aki beszámolt arról, hogy a nyugdíjas klub mára már országos hírnévre tett szert. A legszebb ajándék pedig az, hogy a felújítások mostanra befejeződtek, és a tagok még kellemesebb, modernebb környezetben tölthetik el az idejüket. Nagyné Fekete Julianna az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága idősgondozó szolgálatának vezetője mesélt a klub büszkeségeiről, a színjátszókörről, a kézműves foglalkozásokról, a versenyeredményekről és azokról a kórustagokról is, akik a mai napon bemutatták tehetségüket. Nem kell nékem, senkinek a megoldva bája.
A Nógrádi Napraforgó hagyományőrző és szociális egyesület képviselője köszönetet mondott továbbá a kecskeméti nyugdíjas kluboknak a tápláló szeretet programban való részvételért, amely keretében egyebek mellett befőttek adományozásával segítik a nagycsaládosokat. A témáról bővebb beszámolót holnapi Siesta című magazinunkban láthatnak. A Szabadidő Központban járt az ősz címen hirdetett fotópályázatot a Benkó Zoltán Szabadidő Központot üzemeltető Hírősport Nonprofit Kft. Ma fény derült arra, kiket tartott legjobbnak a zsűri, illetve a közönség. 62 beérkezett kép közül lehetett választani. A Szabadidő Központ külön díja Gömöri Gáborhoz került. A közönség díjat a Szabadidő Központ közösségi oldalán elindított szavazás alapján Kovács Judit Megértés című műve nyerte el 253 szavazattal. Ez a pályázat az évszakos fotópályázat első állomása volt. A következő a téli fotópályázat lesz, mely 2019-ben január végétől február végéig fog tartani. Az eredményhirdetésen részt vett a nyerteseken kívül Szenes Márton, a Hírősport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, Csáki Csaba, a Benkó Zoltán Szabadidő Központ létesítmény vezetője, és Gönci Petra, a Hírősport marketing asszisztense. Szenes Márton elmondta, a fiatalok körében népszerű volt a fotópályázat, és örömmel fogadták, hogy ilyen sok elismerésre méltó, a Szabadidő Központ őszi szépségét bemutató pályamű érkezett. Igaz, hogy a Benkó Zoltán Szabadidő Központ egy mesterségesen kialakított közösségi tér, azonban valódi természeti értéket képvisel, amit a kollégákkal együtt nagy örömmel óv, ápol és fejleszt. A budapesti nyomozók befejezték annak a kecskeméti nőnek az ügyét, aki 30 millió forintot követelt a sértettől, és azzal fenyegette, hogy ha nem teljesíti követelését, baleset éri a családtagjait. A nyomozás adatai szerint a 30 éves nő 2017. augusztus 26-án este férfi álnéven e-mailt küldött egy nőnek, amelyben azt írta, hogy amikor hétfőn reggel bemegy a munkahelyére, utaljon át neki 30 millió forintot egy bankszámlára. Azt is pontosan megírta, hogy mikor kell felvenni vele a kapcsolatot, és ha bárkinek is szól erről, akkor baleset fogja érni a családtagjait. A polisz.hu-n azt is megírták, hogy a rendőrök azonosították az elkövetőt, és megállapították, hogy a nő az édesapja számítógépéről küldte a levelet. A budapesti nyomozók a nőt zsarolásbüntet kísérlet miatt 2017. október 12-én gyanúsítottként hallgatták ki, és a lakásán több adathordozót lefoglaltak. A nyomozás vizsgálati szakaszában a budapesti rendőrfőkapitányság felderítő főosztályának munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták a Szentendrei járási ügyészségnek. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A gyalogosok közlekedését is megnehezíti a sok csapadék. Világbajnoki selejtezőkre készül Kecskeméten a magyar férfi kosárlabda válogatott. Az első adventi gyertya meggyújtásával kezdetét veszi a téli fesztivál szombaton. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Bemutatjuk az animációs filmkészítés hátterét. Mai magazinunkban Mikulás Ferenc, a Kecskemét Film Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk majd. Végül pedig megmutatjuk, milyen volt a hangulat a tegnap esti Gyermekek a Gyermekekért gálán. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este 7 órakor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.
Szerdán felszakadozik, csökken a felhőzet, az ország déli felén még havazhat, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északkeleti szél többfelé erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Csütörtökön gyengén változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és mínusz 8 fok között valószínű, de a havastájakon ennél hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű. Pénteken többnyire kevés lesz a felhő, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és mínusz 8 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig mínusz 2 és plusz 2 fok között várható.